Nagy volt a nyüzsgés szombaton a kézművesek házában. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete idén is megrendezte a hagyományos tojásfestő maratont. Kicsik és nagyok egyaránt érkeztek az egésznapos foglalkozásra azért, hogy elsajátítsák a legkülönfélébb tojásfestési, díszítési technikákat. Tojást festettem, csináltam birkát, hajtogattam tojástartót, és most gombot vágok. Tuba Pálné már több mint 10 éve az egyesület tagja, azt mondja, mindig szívesen vesz részt a foglalkozásokon. Van, aki nemezel, van, aki hímez, van, aki textilmunkát végez, van, aki más tevékenységet, vagy mézeskalácsos anyagot dolgozik. Nagyon szeretek vele dolgozni, én a hímzést próbálom bevinni az én munkámba, mert azt szeretem elsősorban. A résztvevők a nap folyamán népi és modern dekorálási technikákkal ismerkedhettek meg. A repertoárban szerepelt berzselés, írókázás, patchwork díszítés, fonallal betekert tojás, de gyöngyözés is. Ez lehet főtt tojás, kifújt tojás, hungarocell tojás, tehát bármi, amit választanak, és akkor azt díszítik többféle technikával. Más az, amikor kisgyerek jön, más, amikor felnőtt jön, tehát a kezük alatt nagyon szép munkák itt sikerülnek. A tojásfestés mellett bárki készíthetett húsvéti ajándékokat, ajtó- és ablakdíszeket, de ünnepi mézes kalácsütés is várta a húsvétra készülőket. A maratont a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhely Galériák 10. országos hétvégéje, valamint a Kézművesség a mindennapjainkban című nemzetközi és országos rendezvényhez kapcsolódva rendezte meg az egyesület.